Jó estét kívánok! Ez az Esti Közelkép a Debrecen Televízió közéleti műsora. Szenzációs Biblia érkezik vissza Debrecenbe. A 16. századi szentírást Svájcból hozzák vissza, amit a Debreceni Református Kollégiumi Nagykönyvtár adott kölcsön a Genfi Múzeumnak a reformáció 500. évében. Ezzel mutatták be a magyar reformáció jelentőségét. A könyvritkaság igazi kuriózum, ráadásul Genfben mindeddig nem volt jelen tárgyi emléke a magyar reformációnak. A szikszai Helopeusz Bálint sajátos kézírásos jegyzeteivel ellátott Héber Bibliáját ünnepélyes keretek között holnap adják vissza a svájci szakemberek. A könyvritkaságról, a genfi hatásáról kérdezem vendégemet, Gábor Jáni Szabó Botondot, a Debrecen Református Kollégium Múzeumának igazgatóját. Szép jó estét kívánok! Tisztelettel köszöntöm a nézőket! Könyvritkaság, sőt tényleg szenzáció, de mitől annyira szenzációs az a Biblia, ami most visszaérkezik? Először is, hogy kié volt. Ugye Mélius utódjáról van szó, szikszai Helopeusz Bálint, aki korábban a reformáció legfontosabb egyetemén, Wittenbergben, ugyanúgy a diáktársaság, a magyar diáktársaság széniora volt, mint maga Mélius, majd egri lelkészkedés után Debrecenben utóda Méliusnak. Ő Wittenberg után tanult Genfben is, ott kapcsolatba került Calvin utódával, Bézával, és hát ez a kapcsolat ennek levelezésben is nyoma van, sőt, az ő halála után egy 600 oldalas teológiai munkáját jelentette meg Béza, a saját kezdegírott előszavával, tehát egy nemzetközileg is számon tartott debreceni személyiségről van szó. Hogy könyvészetileg miért izgalmas ez a kötet? Robert Etienne a nyomdász, aki a francia király udvari nyomdásza volt, humanistaként is ismert, humanista neve a Stephanus volt, tehát könyvtörténészek talán inkább így ismerik az ő nevét. Egyetlen egy műve sincs meg a Reformáció Nemzetközi Múzeumában, holott a múzeum melletti utcát róla nevezték el. Egyébként egy gyönyörű példány mind a kötését tekintve, a Héber kvadrátákat és a bejegyzéseknek a különlegessége is, nem beszélve a tudománytörténeti és egyéb jelentőségéről. Én azt hiszem, hogy egy picit menjünk még vissza a személyhez. Mert hogy ismét egy olyan személy kerül előtérbe, akiről nagyon keveset beszélünk, holott, ahogy ön fogalmaz, igen, meghatározó nemzetközi tekintély volt annak idején. Sőt, valószínűleg a nemzetközi teológiai egyetemeken jegyzett kutatóról van szó, lelkészről van szó. Hát a reformáció korának az egyik legkorábbi magyar szerző által, külföldi neves reformátor által megjelentetett műről van szó. Egyébként Bézával maga Mélius is kapcsolatban volt. Személy szerint egy olyan Mélius mű viszont van a Genfi Múzeum tulajdonában, amelyből egyetlen egy példány létezik a világon, debreceni nyomtatvány 1561-ből, és saját kezű Mélius dedikáció szól Calvin utódjának. Ugye Mélius volt az, aki először írásban emlegette Calvin nevét, sőt az első fordítója is Mélius volt Calvinnak. Na most vissza a műre, amelyre azt mondta, hogy könyvritkaságnak számít, és ilyen módon szenzáció, mindaz, amit a Debrecen Református Kollégiumban van. Az, hogy egy kézjegyzetekkel ellátott, mennyire adja vissza azt a hangulatot, mennyire olvasható, tehát mennyire lehet belőle következtetni annak a kornak a gondolkodásmódjára akár? Hát ezek a margináliák egyszerűen esztétikailag is szépek, tehát a tartalmi értékeitől ugyan nem lehet elvonatkoztatni, de különlegesség. Tehát egy olyan kötetről van szó, nyilván fénynek kitenni hosszú ideig nem lehet, tehát ezt most elhelyezzük a Calvinista Róma Magyar Genf Keresztény Respublika című kiállításunkban, és úgy két hétig lesz kiállítva, utána pedig hát védett helyre kerül, mert nem tehetjük ki sokáig a fény hatásának.
tehát ez egy olyan ünnepélyes alkalom, amikor a közönség is láthatja. Egyébként nagyon érdekes maga a kezdeményezés. Ezt akár nyitásnak is lehet tekinteni. Ezt a felvetést a Genfi Magyarok Egyesülete és a Magyar Református Gyülekezet tette Genfben, akik sérelmezték azt, hogy a nyugat-európai történet tudomány szinte tudomást sem vesz arról, hogy a reformáció milyen hatással járt Közép-Európában, és ők keresték meg a Genfi Múzeumot, a berni konzulátust, úgyhogy februárban, amikor Püspök úrral átadtuk ezt a kötetet a Genfi Múzeumban, két nagykövet is jelen volt a sajtó mellett, természetesen a helyi sajtó is érdeklődéssel fogadta ezt az eseményt, ahogy ez Genfbe került, és hát hasonló körülmények között helyeznénk el most a debreceni kiállításban, hogy hazaérkezett a különleges kötet. Igen, azt gondolom, hogy itt megint csak volt egy nagyon érdekes gondolata, hogy hát sérelmezték azt, hogy nincs szó a nyugati reformációt bemutató, pontosan a reformációt bemutató múzeumban, illetve hát Genfben, pont Genfben szó sem esik arról, hogy mi történt. Hát pedig ugye Debrecen, Genf, Magyar Genf, hát szoktuk ilyen párhuzamokat vonni, hát itt mégiscsak valami nagyon-nagyon komoly dolog történt 501 évvel ezelőtt. Igen, hát hogy mondjam, ez nyilván egy-egy intézménynek az állandó kiállításai, meg időszaki kiállításainak is a függvénye, hogy megjelenik-e mondjuk egy történelmi folyamat. A Reformáció Nemzetközi Múzeumával kapcsolatban lehetett jogos ez a felvetés, de azt hiszem, hogy a sérelem inkább a szakirodalomnak szól a történészeknek, tehát vaskos alapművek. Valamit enyhült ez a helyzet az utóbbi években, de bizony a klasszikus alapművek megelégedtek annak a bejelentésével, hogy a reformáció eljutott Magyarországig. Hogy aztán itt történtek dolgok, hát azért ennek kulturális és egyéb következései voltak, azzal nem fáradoztak a legjobb szerzők sem, különösen Benda Kálmán volt, aki ezt kifogásolta, akár francia nyelvterületen is. Na most ugye ez egy könyvritkaság, de ha jól tudom, nem csak ez az egyetlen ebből a korból származó könyvritkaság, tehát egészen unikális mindaz, amit önök őriznek és kezelnek. Igen, hát ha még egy mondat erejéig a Genfi kapcsolatra vissza lehetne térni, hát egy nagyon nehéz időszak volt ugye a Debrecen nyomda alapításának évtizede, az első 5-6 év, úgyhogy Méliusszal az is megtörtént, hogy három kéziratát is kijuttatta éppen Bézának, Calvin utódjának, mert papírhiány volt akkor Debrecenben. Tehát akkor valóban igazán kuriózum ez is, kuriózum. Ez is, és az az egy példányban Genfben létező mű, amivel hát szeretnénk folytatni ezt az együttműködést a Genfi az múzeummal. Ezt meg fogjuk beszélni, holnap érkezik a kedves kolléga, és hát szeretnénk ezt a kapcsolatot folytatni és intenzívebbé tenni. Nagyon indokolt Genf és a Magyar Genf között. Minden esetre ez kecsegtető. Most két hétig látható egy igazi kuriózum, és hát ha a jövőben pedig még inkább egy nagy kuriózum, ami pont innen indult el útnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát invitálunk mindenkit, nézzék meg ezt a kuriózumot. Én is köszönöm az érdeklődést.
A 21. század egyik legsúlyosabb népbetegségeként emlegetik a zsírmájat. A fejlett nyugati országokban, így Magyarországon is a lakosság 20-50%-át, az elhízottak 80%-át érinti. A zsírmáj betegséget két nagy csoportra oszthatjuk. Leggyakoribb oka a rendszeres alkoholfogyasztás miatt alakul ki. A másik csoport a nem alkoholos zsírmáj, aminek a fő kockázati tényezője az elhízás, a kettes típusú cukorbetegség, a magas vérzsírszint és az ülő életmód. Ugyanakkor az alultápláltság, a túlzásba vitt diéta, az idült hasnyálmirigy gyulladás és a más emésztőszerű betegségek miatti felszívódási problémák is hozzájárulhatnak a zsírmáj kialakulásához, illetve siettethetik azt. Az okokról, a megelőzési lehetőségekről kérdezem műsorunk állandó szakértőjét, Altória István gasztroenterológus professzurat. Szép estét kívánok! Jó estét kívánok! Az olyan súlyos ezt olvasni, hogy a 21. század egyik nagy népbetegsége a zsírmáj, és hogy több okok vannak, de ekkora százalékban érinteni a nyugati társadalmat, így a magyarokat is, az megdöbbentő. Hát ugye érdekes párhuzamot lehet vonni a cukorbetegség, az elhízás és a zsírmáj kérdése közé. Ezek tulajdonképpen teljesen összefüggenek egymással. Hogyha az egyes ábrát betetszenek vetíteni, csak azért, mert nyilván a májbetegségek. A máj egy nagyon fontos szervünk, másfél kiló, az egész anyagcserénk központi vezérlője, tulajdonképpen minden átmegy rajta, és mindent lebont, amit tehet, és aztán segít hozzá, hogy valamilyen dolgokat esetleg felhalmozunk. Vannak toxikus májbetegségeink, amelyek elsősorban az alkohollal függenek össze, vannak fertőző májbetegségek, ezekről a vírusos májbetegségekről majd még később mindenképp beszélnünk kell. A májdaganatok az 5.-6. helyen állnak, nagyon fontosak a daganatlistában, és ez a bizonyos NES, ami oda van írva, ez a nem alkoholos steatohepatitiszt jelenti. És tulajdonképpen ma, amiről beszélünk, az leginkább ez. Kérném szépen a következő ábrát. Ugye itt arról van szó, hogy a legfőbb és talán első számú patogenetikai eltérés, ami a májat veszélyezteti, az a táplálkozással és az anyagcserével függ össze. A többi az most a mai adásban kevésbé érdekes. Viszont ha betetszenének a 4-es ábrát vetíteni, akkor azon azt ábrázoltam, hogy progrediál, hogy halad előre a krónikus májbetegség. Első lépésben megjelenik a zsíros máj, ez a legelső lépés, ami azután egy kompenzált májzsugorhoz vezethet, utána következik a májzsugornak a elégtelenné válása, és végül a beteg ebbe bele fog pusztulni. Ha a következő ábrát megnézzük, azon nagyon jól látszik, hogy mi a különbség az egészséges máj és a zsíros máj között. Ugye az fatty liver, angol kifejezés, a zsírmáj, ez az első lépés a májnak a tönkremenetelében. Ez még egy reverzibilis fázis, az alkoholistáknak is el szoktam mondani. Tehát amíg csak zsíros a mája, és nem kezdődik el a hegesedés, a fibrózis a májban, addig az illető, ha megáll minden rossz szokásával, akkor ez még vissza tud kvázi alakulni. Csak az a baj, hogy nem szoktak megállni. Igaz az, hogy a máj szinte az egyetlen olyan szervünk, amely képes a regenerációra? Hát nem a máj az egyetlen ilyen szerv, de a máj nagyon nagy regenerációs képességgel rendelkezik. De ott is, amikor már hegesedés van, de ez minden szervre igaz, tehát ahol definitív fibrotikus átalakulások vannak, utána nem lehet visszatáncolni. De a májnál viszont ez a zsírosodás, ez még azt jelenti, itt nagy zsírcseppek jelennek meg tulajdonképpen a máj szövetében. Ha itt az illető észbe kap, és megszünteti az alkoholfogyasztást, és fogy néhány kilogrammot, és elkezd mozogni, akkor ez még vissza tud alakulni. Ezt demonstrálni szoktuk tudni. Na most ugye a magát, a nem alkoholos zsírmájat, mert ugye azért ez úgy van, hogy azért az régóta ismert, hogy az alkohol állt a májnak. Na de ez tulajdonképpen 40 éve derült ki, hogy önmagában az elhízás is rosszat tesz a májnak. Egyébként, ha belegondolunk, ugye a libamáj, a jól hízlalt libamáj, az ugye egy magyar exportcikk, az is abból adódik, hogy megtömik a libát, és szépen elzsírosodik a mája. Tehát a túltápláltság egyik első következménye az emberben is a máj zsírosodása. Csak ez még egy reverzibilisnek tűnő folyamat. Hogyha megnézzük a 7-es ábrát, betetszenének vetíteni, azon látszik a zsírmáj természetes lefolyása. Tehát általában, ahogy ez elhangzott, ugye a globális előfordulását a világon és jómódú és szegény országok vonatkozásában is kb. 25%-ra becsülik, és ennek 1/5 körülbelül megy át úgynevezett zsíros májgyulladásba. Ezt a következő ábrán szeretném megmutatni, a 8-as ábrán, ahol tulajdonképpen az látszik,
hogy ugye a nem alkoholos zsírmájból mondjuk 20%, az alkoholos zsírmájból viszont minden második átmegy ebbe a bizonyos zsíros májgyulladásba, és ez már a steatohepatitis nem reverzibilis. Tehát itt már elindul a máj tönkremenetelének az útja, amiből aztán minden ötödikből valódi májzsugor lesz, és a májzsugor alakul aztán megint csak körülbelül 20%-os gyakorisággal át májrákká. Tehát itt a folyamat jól látszik, hogy milyen lépcsőkön keresztül vezet oda, hogy az illető májában akár daganat is ki tud alakulni. Engem azért döbbent meg mindaz, amit most hall a professzor úrtól, mert ugye, hogy kétféleképpen beszélünk zsírmájról, az alkoholból adódó, meg a másik az elhízásból, a vérelzsírosodásából. Tehát gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy majdnem, sőt, ugyanakkor a kár tesz magával az az ember, aki nem figyel oda az elhízásra, mint az alkoholista. Nem teljesen igaz, mert az arányok mások. Tehát ugye az alkoholos eredetből háromszor olyan gyakran következnek be a bajok, mint hogyha valaki csak elhízik. Ez tagadhatatlan így van, de például az Egyesült Államokban azt kiszámolták már, hogy tulajdonképpen a májrák kialakulásának egyre fokozottan jelentkező tényezője nem a vírusos májgyulladás, hanem a máj elzsírosodása. Tehát ezért van az, hogy ugye népbetegség, vagy egyre inkább kell ezzel foglalkoznunk. Hogy derül ki egyáltalán, hogy valakinek van ilyen máj jellegű problémája? Tehát hogyan lehet észrevenni? Mi az, amit tapasztal? Mi az, amikor az ember elindul az orvos felé, hogy hát valami nem stimmel? Ez egy nehéz kérdés, mert ugye ez sem kiabál. De tulajdonképpen nyilván a hasi ultrahang vizsgálat az mutatja azt, hogy az illetőnek világít a mája, tehát a zsír az más ultrahang reflexiót ad. Másrészt hát nyilván alapvető májlaborokat megnézünk. Egyébként pedig a zsíros máj nagyobb egy kicsit. Tehát a jobb orda év alatt, ha nyomás jelentkezik, az illető eleve is kicsit kövérebb, ne talántan időnként egy kis pálinkát is fogyaszt, akkor egy idő után a máj megjelenik a borda év alatt. Tehát a háziorvos oda teszi a kezét, és már érzi, hogy itt valami nincs teljesen rendjén. És aztán a laborvizsgálatok azok, amelyek ebben segítenek. Hát ezeket a háziorvos nyilván nagyon jól tudja, de ma már a hétköznapi gyakorlatban is rengeteg ilyen adatot megvizsgálnak a háziorvosok, és ha valaki egy kicsit odafigyel a papírjön, és jön hozzám, hogy 4 csillag van ugye a listámon. Ha ez a csillag ugye a gamma GT, meg a GPT mellett, a bizonyos májenzimek mellett van, akkor ez azt mutatja, hogy az illető mája zsírosabb, és netalán több alkohollal is találkozott, mint kellene. Én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne a 10-es ábrán jelezni azt, hogy, vagy azt megmutatni, hogy kik a kockázati csoportok a magyar társadalomban is. És ide mindenképpen az alkoholt rendszeresen fogyasztókat kell felsoroljuk. Magyarországon ez közel 1 millió embert jelent. Ez rengeteg. Az elhízott betegek és a cukorbetegek, ahogy a felvezetésben ez elhangzott, fontosak, és fokozottan veszélyeztetett társadalmi csoportok azok, akik drogfogyasztók, vagy akiknek valamilyen devianciájuk van a magatartásban, mert ezeknél a máj eredetű fertőzések, vagy a vírusos májfertőzések sokkal gyakoribbak. Magyarországon körülbelül 150 ezer olyan ember él, akinek a májában vírus van. És ezek a vírusfertőzések, ezek mindenképpen progressziót jelentenek. Az, akinek fertőzött a mája, annak halad előre a májbetegsége, majd, hogy nem akármit csinálunk. Ha ki tudjuk írtani a vírust, és erre az utóbbi 1-2 évben van mód a C-vírusnál, megszületett a teljes gyógyítás, akkor megállhat a folyamat. De ha ott van a vírus, akkor azért az dolgozik. És az egészségügyi dolgozók, meg kell mondjam, egy veszélyeztetett terület, mert mi örökösen találkozunk emberekkel, akikben betegségek lehetnek, akár vírusos májgyulladás, vérrel történő fertőződésnél, érintkezésnél ezek a veszélyek fennállnak. Professzor úr, tehát akkor megoldás arra, ha valakinek ilyen problémája van, alkoholról le kell állni. Egyértelmű. Az elhízást kezelni kell, így van. De ha olyan, akkor gyógyszeres kezelést kell kezelni? Vannak bizonyos gyógyszeres kezelések, meg kell mondjam, hogy ezek még nem átütő erejűek. Tehát lényegében például az E-vitamint mondják jónak, meg kell próbálni a zsírszinteket csökkenteni. Ez akár a májra is jó hatású lehet. Nagyon fontos például, hogy a korai cukorbetegségnél is használnak bizonyos gyógyszereket, amelyeknek áttételesen jó hatása lehet a májra. Ahogy elhangzott, a máj regenerációs készsége nagyon jó, tehát ha vigyázunk a májunkra, akkor még nagyon jó eredményeket érhetünk el a regenerációban. Minden esetre, ha a konklúziót kellene mondanom, akkor azt mondanám, hogy a zsírmáj a jóléti társadalmakban a krónikus májbetegségek legfontosabb kiinduló pontjává vált, a vírusfertőzéseket ugye megelőzi lassan,
20-25%-os előfordulási gyakorisággal. Az alkoholfogyasztással, a túlsúllyal és a cukorbetegséggel együtt vezet az úgynevezett multimetabolikus szindróma kialakulásához, ami egyértelműen az érelmeszesedés, magas vérnyomás és a szíveredetű halálozás vezető oka. Ez egy nagyon fontos, és a mai társadalomnak a vezető halálozási mutatója. A MyKey-méret legfontosabb elemei a testsúlycsökkentés, fokozatosan, elsősorban ugye a zsíradék fogyasztás csökkentésével és a megfő mozgással, és a kevesebb alkoholfogyasztás. Hát én azt gondolom, hogy ma ismét olyan dolgok hangoztak el, ami abszolút arra ösztönzik a hallgatót, nézőt, hogy hát az egészséges életmód mindenben a mértékletesség, és akkor nagyjából a szervezet is rendben van. Nagyon szépen köszönöm, professzor, hogy elfogadta meghívásunkat. Én is köszönöm a lehetőséget. Eddig tartott ma az esti közelkép, köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!